sok mindent tanultam ez alatt a 13 év alatt, hogy minél jobban, professzionálisabban csináljam lecsetermesztést. Bosics Tamás édesanyjával mintegy 420 hektáron folytat szántóföldi növénytermesztést. A hagyományos kultúrák mellett olajtökkel és cukorrépával is foglalkoznak. Őszi káposztarepcét 2006-ban vetettek először a Szombathely környéki földjeiken. A növény azóta a vetésforgó szerves részét képezi. A KVS hibridjeit kezdetek óta használjuk. Mindig a legújabb hibridjüket próbáljuk ki, és így két éve már az Umbertóval számolunk a vetésnél. Az Umbertó nagy zöldtömeget, nagy betőszámot, stabil termést tud biztosítani gazdaságunk számára. Erről a tavalyi évben a 4,3 tonnás üzemi átlagot tudnám mondani. Az idén valamivel jobbra számítunk az időjárás kegyessége, remélem. A 4,5-4,6 tonnát is tudjuk üzemi szinten hozni. Idén összesen 115 hektáron növekszik repce, ebből 100 hektár a KVS Umbertó. Az elővetemény őszi búza volt, a vetőmag földbe kerülése előtt pedig a területen méllazítás történt, valamint hektáronként 2 mázsa diammóniumfoszfátot és 1 mázsa káliumot juttattak ki. Méllazítás után egy terránót kapott, és utána egy menetben elvetettük 450 ezres csiraszámmal az Umbertót. A kelés nagyon jól sikerült, megkaptuk rá a megfelelő esőt, és egyenletesen kelt ki. Nagy habitussal, nagy tempóval fejlődött, így október elején már gomba lőzni kellett, hogy lent tartsuk a földön. A téli időszakban nagy gyökérállománnyal, vastag nyökérnyakkal érkeztünk. Jól átfészelte a telet, jól viselte a hideget, a szélsőséges időjárás, a szárazságot. Tavasszal szárazsággal indult az időszak, nem vette észre ez a növény. A KVS Umbertó repce a tavaszi gombaülőzés idején is dús volt és robbanásra kész, a tápanyag utánpótlás pedig februártól folytatódott. A szilárd műtrágya mellett lombtrágyaként például bort és ként juttattak ki a rovarölőszeres kezeléssel egy menetben. Mindent összefoglalva a hektárköltség üzemi szinten nagyjából 300 ezer forint, ami mellett egy átlagos évben 500 ezer forintos bevételre lehet számítani. Az Umbertó kiváló fómarezisztenciával rendelkezik, így a megdőlésre kevésbé hajlamos. Az idei nagyviharok ellenére, mint látszik a táblán, megdőlés nem nagyon tapasztalható, pedig viharos erejű szelek voltak heteken keresztül. Tavalyi tapasztalatom alapján kipergésre abszolút nem volt hajlamos. A gazdatársaknak az Umbertót azért tudnám ajánlani, mert a gazdaságuk számára stabil bevételt tud biztosítani a stabil terméssel, az olajtartalommal, és ezzel a jövedelmezősége is jó. Ha ön is szeretne Umbertó repcét vetni a következő szezonban, keresse a KVS Magyarország munkatársait.